Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet. Én köszönöm a lehetőséget. A beszélgetés első részében a szinkron munkái lesznek a középpontban, a második felében pedig majd a szinkron rendezéseiről foglak kérdezni. A szokásos kérdéssel indítanám a beszélgetést. Hogyan kerültél a pályára? Jó, hát ez egy most már meglehetősen régi történet. 90-es évek elején az Arany János Színháznak voltam stúdiósa, és egy darabban látott egy szinkron rendező, név szerint Kosztola Tibor, aki az akkor még létező Pannónia filmstúdióba, szinkron stúdióba kihívott egy szép szombati délután szinkronizálni. Nem sokat tudtam a szinkronról, körülbelül annyit, mint egy laikus. Azt hiszem délután 3-ra kellett kimennem, felmentem, a gyártásvezető Lajtai Erzsébethez bejelentkeztem, mutatta, hogy melyik stúdió. Bementem, és természetesen, mint egy igazi laikus, semmit nem törődtem a piros lámpával, ami éppen égett. Ezekben a régi nagy stúdiókban ilyen dupla ajtók voltak a hangszigetelés miatt, és a két ajtó közé én rendesen be is szorultam, mert nem számoltam azzal, hogy belül is lesz egy ajtó. Aztán, amikor nagy nehezen átverekedtem magam, akkor egy nagyon sötét, nagy térben találtam magam, ahol a szinkron rendező asszisztens, Mihály Falvi Mihály bent ülve az asztalnál, a szájára téve az ujját, mutatta, hogy maradjak csendben, és a távolban egy mikrofon előtt kis lámpánál éppen a Helyei László szinkronizált, és mutatta a Misi, hogy menjek oda mellé. Akkor bátortalanul és meglehetősen halkan, szerencsére bátortalanul, ennek következtében megfelelően halkan oda mentem a mikrofonhoz, és abban a pillanatban, hogy odaértem, a Helyei mutatta az ujjával a szövegben, hogy lovász fiú, igen uram, és tényleg nem túlzok, abban a pillanatban, ahogy odaértem, elhangzott a kérdés, készen vannak a lovak, és mivel a Helyei mutatta a szövegemet, ezért én benyögtem, hogy igen uram, és mivel megfelelően bátortalanul mondtam, a szinkronrendező már be is szólt a mikrofon, hogy köszönjük Csaba, végeztél. Tehát gyakorlatilag életem első tekercse egy ilyen próba nélküli rögtönfelvételre sikeredett, úgyhogy tréfásan szoktam is mondani, hogy ha az ilyen könnyen megy, akkor ebből profitálhatunk, és próbáljuk meg egy kicsit komolyabban űzni. De aztán persze bebizonyosodott, hogy ezért nem ilyen egyszerű ez a dolog. Szóval ez volt az első munkám. Hogy ezt a anekdotát kiegészítsem, természetesen utána végigjárva a szakmai hierarchiát és ranglétrát, egészen a tömegezéstől a kis szerepeken át mindenféle munkával volt dolgom, és jó pár év eltelt, mire nagyobb szerepeket vagy főszerepeket is rám bíztak a szinkronrendezők, és aztán a 90-es évek vége felé, ha jól emlékszem, akkor kezdődött a szinkronrendezői karrierem, ez egy másik történet majd. És mi volt az első főszereped és tapasztalt szinkronhangként? Hogyan vélekedsz az első alakításaidról? Ennek a kérdésnek nagyon örülök. Ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos, de amire én emlékszem, az első úgy igazán komolyabb főszerep szintén a Pannónia Filmstúdióban a Rehorovszky Béla szinkronrendezése mellett a Tanár úrnak szeretettel második része című amerikai film volt, amiben a Sidney Poitier volt a férfi főszereplő, és én egy feketebőrű kamaszfiút, lázadó kamaszfiút játszottam, aki az osztályban a hangadó és a rossz fiú, és tulajdonképpen, hát ez egy ilyen klasszikus iskola, gangster fiúk, iskola kerülés, ez ami Amerikában, illetve hát nálunk is egy komoly probléma, hogy a tanároknak hogy lesz tekintélye az ilyen jövőiket nem nagyon látó és nem nagyon a felé érdeklődést nem mutató fiatalok iránt, és hát természetesen megszelídít a film végére az új tanár, és én leszek az osztályban az egyik olyan, aki a bűntől távol tartja a fiatalokat. Szerintem nekem ez akkor még nagy falat volt. Annyira el voltam foglalva a szinkron technikai, hogy is mondjam csak, tehát a szinkron technikával, hogy ez az alakításra rányomta a bélyegét. Én azt gondolom, hogy nagyon régen láttam azt a filmet, talán 10 éve, de már akkor is hallottam azokat a hibákat, amiket ma már nyilván nem úgy csinálnék meg, bár most már öreg lennék az a szerephez talán, de minden esetre nagyon érdekes lecke volt, mert a filmben csupa olyan kollégával szinkronizálhattam, akiknek ez
már új gyakorlat volt, hogy úgy mondjam, gyakorlott szinkron színészek, szinkronizáló színészek voltak, nagy szinkron gyakorlattal rendelkező színészek, inkább így fogalmaznék, és hát valószínűleg ez is veszélyezett egy kicsit, hogy ez a megfelelési kényszer az erősebben volt bennem, mint sem az egészséges lett volna. Tulajdonképpen ennyi, amit tudok erről mondani. És szintén a szinkronban dolgozik a hasonló nevű pályatársad, Csík Csaba. Igen. Miatta vetted fel a Krisztián nevet. Van. Illetve hát ez nem a szinkronnak. A szinkron ez csak felerősítette ezt a névváltoztatást. Ez már színházi éveink alatt is előjött. Amikor én az Arany János Színházban dolgoztam, akkor a Csabi bejött. Ő azt hiszem, akkor vidéken volt valahol, és ő bejött, hogy ő úgy tudja, hogy ő az idősebb, és a szakmai íratlan szabályai alapján nekem kellene nevet változtatni. Én akkor arra kértem őt, hogy annyira a pálya elején vagyunk, hogy ez még szerintem korai lenne így eldönteni. Az is lehet, hogy valamelyikünk abba hagyja, várjunk még egy pár évet, bár az én nevem és az ő neve is jelent már meg műsorújságokban. És aztán, amikor elkezdtem szinkronizálni, akkor a Pannonia szinkron gyártása önhatalmulag eldöntötte, hogy akkor Csík Csaba 1, Csík Csaba 2, ami elég hülyén hangzik így stáboknak a végén, stáblisták végén, és akkor én úgy döntöttem, hogy akkor ezen én változtatok. A szinkron olyan értelemben erősítette föl, hogy én egyre több és nagy szerepet kezdtem el szinkronizálni, és nyilván szakmai és egyéb okok miatt is azt gondoltam, hogy jobb, hogyha az egyértelműen köthető egy személyhez, és mivel a nevet nem akartam változtatni teljesen, ezért ezzel a egy taggal kiegészítve gondoltam, hogy ennyi talán elég is, és hát úgy tűnik, hogy működik a gyakorlatban, de hozzáteszem, hogy azért mulatságos történetek előfordultak az elmúlt 15 évben, vagy nem tudom mennyi évben, amióta ezt a nevet fölvettem, tehát volt már úgy, hogy őt hívták ki helyettem valahová, illetve fordítva még arra nem emlékszem, de egyszer nevetve mesélte nekem, hogy egy nagy fekete benga gangsterre kihívták őt, neki egyáltalán nem olyan a hangja, és hát ez egy egyértelmű tévedés volt a gyártásvezető részéről. A futballista feleségeknek tökéletes szerepfosztása volt, ezt Király Bíró Sarolta rendezte a Balog Mixben, és te alakítottad a Salvatore Biagi-t. Igen, az olaszt. Igen. Milyen emlékeid vannak erről a sorozatról? Hát, mint minden focit szerető fiúnak, szerintem ez egy megint csak egy olyan munka volt, amiben jó volt belebújni egy futballista bőrébe. Bevallom, férfiasan 44 éves leszek, én még a mai napig eljátszom a gondolattal, hogy világhírű focista vagyok, nem csak futball közben, hanem álmaimban, vagy nem tudom én hol, de hát van, aki ezt bevallja, van, aki nem, aki szereti a focit. Ezért is szeretem ezt a szakmát, vagy ezt a hivatást, mert ez a fajta lehetőség, hogy képzeletben mások bőrébe bújhatsz, ez egy nagyon jó játék, és ez a figura minden megtestesített szerintem, amit egy korunk futballistájától elvár az ember. Olasz, sármos, jóképű, jól focizik, de szíve is van. És hát azon kívül a sorozat maga olyan problémákat feszegetett, tehát azért ez az, hogy futballista feleségek és futballistákról szól, ez csak egy keret volt, mert gyakorlatilag a felnőtt élet problémáiról szólt a sorozat úgy is, mint szerelem, hűség, barátságok, és jó helyzetek voltak benne, úgyhogy szerettem azt a sorozatot is, igen. Volt alkalmad Bill Smith-et is szinkronizálni egy alkalommal a Zali című filmben. Igen, szintén sport. Igen. Hát az nagyon nagy élmény volt, ezt a Nikodém Gerda rendezte, és hát a Will Smith nagyon jó színésznek tartom. Ebben az Ali című filmben, ugye, amit talán mondanom sem kell, a Muhammad Ali-ról szól, az ő életét dolgozza föl. Szerintem az egyik legjobb alakítást ebben nyújtotta. Most a vígjátékokban is nagyon jó, de nyilván ez egy drámai szerep és rengeteg élethelyzeten alapuló, nem fikciós történet. Zseniális volt benne a Will Smith, és az külön jó volt, hogy egészen fiatal korától idős koráig ugye szól a történet, és nem különült ez a hangban, hanem végig nekem kellett megcsinálni. A másik szempont, ami miatt nagyon élveztem, hogy hát bár Ali életét azért nagyjából ismertem, de ebben a filmben rengeteg olyan dologgal szembesültem, amit nem tudtam róla, úgyhogy meglepő volt, és
és jó feladat. Nehéz volt őt szinkronizálni? Nem, mert azt gondolom, hogy elég egyértelműen játszik a Will Smith. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egyszerűen vagy rosszul, inkább úgy, hogy a gesztusai és a mimikája az eléggé egyértelmű. Vannak színészek, akiket nehezebb megfejteni, hogy vannak, akik a szemükkel jobban játszanak, és kevesebbet az arcukkal. A Will Smith azért meglehetősen harsányabban, amennyire visszaemlékszem, hoz bizonyos helyzeteket. Ez mindig megsegíti a szinkronizáló színészt szerintem, mikor dekódolni kell, hogy most éppen mennyire magas az az intonáció, mennyire dühös, hogy így mondjam, vagy mennyire szerelmes. Szóval az, hogy ez miért alakult úgy, hogy ebben a filmben én szinkronizáltam, ebben én nem tudom a hátterét ennek a történetnek, ezer oka lehet. Ugye a Khalid Arthur szokta a leggyakrabban, és a Galambos Peti is szinkronizálta, ha jól tudom, egy-két filmben, illetve a Reisenbückler Sanyi is, akivel volt alkalmam dolgozni, mint szinkronrendező nagyon sokat. Azt hiszem, a Sanyi akkor már nem is élt, amikor ez a film Magyarországra került. Igen, úgy volt, hogy ő volt az állandó hangja, igen. És miután meghalt, utána lett az Arthur. Próbálták, több színész kipróbálták. Na látod, ezt én sem tudtam pontosan, illetve nem maradt ez így meg bennem, de most, hogy így elkezdtem róla beszélni, beugrott, hogy a Reisenbückler Sanyi volt az első állandó hangja, és aztán azóta inkább az Arthur gyakrabban szinkronizálja, azzal együtt, hogy emlékszem, mondom, hogy a Galambos Petivel is láttam valami filmjében. Valamiben én is szinkronizáltam még, most meg nem mondom, hogy az egy tévésorozat volt, amiben esetleg mint mellékszereplő bejött, vagy mozifilm volt, nem tudom, de azt tudom, hogy nem csak az Aliban szinkronizáltam, valami kisebb fajsúlyúban is, de hát én megmondom őszintén, hogy bár ez a mai, mostani szinkron szakma ezt nem teszi lehetővé, de alapvetően én is kedvelem az állandó magyar hangokat. Szerintem minden ember így van ezzel, hogyha megszokunk egy hangot, aki jó egy adott szereplőhöz, akkor szívesen hallgatjuk vele újra és újra. Hozzátéve, hogy mint szinkronrendező nagyon tudom azt, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor az állandó hang valamilyen korlátokba ütközik, mert annyira nem való neki mondjuk az a szerep, amit éppen az a színész akkor csinál. Tehát ilyen esetek vannak, hogy valami annyira marginális és speciális szerepet játszik az adott színész, hogy nem biztos, hogy az állandó hangja a legjobb ahhoz a karakterhez, vagy esetleg lenne nála jobb, vagy legalább ugyanolyan jó. Sokszor nehezebb megszokni a színész magyar hangjának a váltását, mint hogyha ugyanaz lenne. Igen. De mondjuk nem illik rá annyira. Így van, így van. Igen. Okay.